Jó napot kívánok! Gaján Réka vagyok, és a H+ Média Öko+ magazinjának mai adásában Bosics Horváth Csillával beszélgetünk, aki a szombathelyi Ökosan vezetője. Először is szeretném megkérni Önt arra, hogy picit beszéljen bővebben, mi is ez az Ökosan, mivel foglalkoznak. Mondhatni, ez az első ökodrogéria Szombathelyen, ahol mindenféle olyan háztartási, baba és egyéb zero waste termékeket lehet vásárolni, amelyeket egyébként csak innen-onnan webshopokból tudna összegyűjteni magának a vásárló. Néhány éve nekem már létezik egy saját musipelus és egyéb baba és mama termék márkám, amely szintén a zero waste vonalat képviseli nyilvánvalóan, hiszen mosható pelenka és egyéb hulladékcsökkentési termékekről van szó. És ennek kapcsán jött idén januárban az ötlet, hogy mi lenne, hogyha nem csak webshopban, hanem fizikai üzletben is elérhetők lennének. És tudna mesélni arról esetleg, hogy hogyan működnek ezek a termékek, amelyeket Önök árulnak ebben a boltban? Az üzletünknek a sajátossága, hogy képviseljük ezt az öko szellemet, a különféle öko megoldásokat, mind a csomagolás, mind az összetevő ökológiai tulajdonságúak. Úgy értem, ha kiürül egy mosószeres öblítős flakon, akkor azt várjuk vissza az üzletbe, ahonnan mi pedig küldjük vissza a készítőhöz, aki ezt tisztítja és újra tölti. De ugyancsak kaphatók nálunk üvegtégelyekben is, akár kozmetikumok vagy papírcsomagolású naturkozmetikumok. Tehát nem csak összetevőikben környezetbarátak ezek a termékek, hanem nyilvánvalóan csomagolásukban is. És mennyien érdeklődnek? Egyre többen térnek be a boltba? Igen, én úgy látom, hogy nyilván ehhez az kell, hogy egyre többen értesüljenek a boltnak a meglétéről. Foglalkozunk, illetve szervezünk mi magunk az üzletünkben is workshopokat is, amelyek mindig valamilyen módon öko tematikájúak. Nagyon sokféle ilyen kis megmozdulást, ahol tudjuk egyrészt építeni ezt a közösséget itt Szombathelyen, másrészt hát nyilván akkor a workshopokon résztvevők meg is ismerkedhetnek az üzlettel és a termékeinkkel. És hogyan lehet tudomást szerezni ezekről a workshopokról? Van egy oldal, ahova ezek ki vannak posztolva? Tulajdonképpen ezeket a közösségi oldalakon szoktuk igen közzétenni, jelentkezni pedig a bnepi.hu-n keresztül tudnak a jegynek a megvásárlásával. És hogy gondolja, hogy az embereknek lenne lehetőségük kipróbálni ezeket a termékeket, esetleg dolgozni velük, vagy megnézni, hogy hogyan működnek, akkor nagyobb lenne a jelentkezés, és kevesebb az előítélet esetleg ezzel a dologgal kapcsolatban. Igen, ezt akár így mindjárt ki is vetíthetjük a mosipelusnak a témájára, hiszen ez ténylegesen egy olyan termék, ami ugyan elmúlt időkben természetes módja volt ugye a pelenkázásnak, most viszont ezek már modern mosható pelenkák, de teljesen távol állnak a jelen korok anyukáitól, úgyhogy így van, ezeket közelebb kell vinni a kismamákhoz, édesanyákhoz, és meg kell ismertetni velük. Éppen ezért előadásokat is szoktam e témában is tartani, és tervben vannak ezzel kapcsolatos ilyen kisebb workshopok is, ahol gyakorlatias módon tudnák egyrészt megismerni az anyukák ezt a mosipelust, illetve hát gyakorlatban megnézni, hogy ez hogy működik, feladni egy próbababára. Nagyon sok érdeklődünk, vásárolunk, a kisbabájával együtt érkezik az üzletünkbe, ahol a megvásárolt pelust mindjárt fel is adjuk rá az eldobós higiéniai okokból az eldobós pelenkára, és így mindent meg is mutatok az anyukáknak, hogy mit, hogyan, mennyi netszívó réteget betétet tegyenek bele, és hogyan lehet ezt otthon minél költséghatékonyabban és minél hatékonyabban, tehát hogy minél több nedvességet tudjon magába szívni, tehát hogy hogyan tudják ezt jól használni.
És milyen volt eddig a visszajelzés? Élvezik az emberek, szeretik ezeket a termékeket? Igen, igen, nagyon. Egyébként ezt hozzá kell tenni, hogy egyre több pelenka készítő van Magyarországon, ők többnyire mind kisgyermekes, kisbabás anyukák, ahogyan én is, illetve ahogyan az voltam, amikor elkezdtük ezt a termékünket megvalósítani, kialakítani. Nyilván nagyon-nagyon sok külföldi márka is létezik, de nagyon nagy öröm számomra, hogy akár országos viszonylatban, akár külföldi pelenkákhoz hasonlítva is mindig nagyon jók a visszajelzések, és tényleg hatalmas öröm számomra ez a sok dicséret, ami így ér minket. És van valami hatalmas tévhit, amit legszívesebben így szétfoszlatna ez az egész ökosan? Beszélhetünk általánosságban talán az ökotermékekről olyan értelemben, illetve hát a kérdéshez kapcsolódva, hogy az ökotermékeknek legyen ez egy naturkozmetikum, vagy egy tisztítószer, egy öblítő, az ára az nyilvánvalóan magasabb, mint a nem öko társaié. Ennek egyrészt az is az oka, hogy például nálunk, az üzletünkben mi szinte kizárólag magyar termékekkel foglalkozunk. Tehát alapelvem, hiszen ez is egy ökó szempont, hogy minél közelebbről érkezzen az a termék, amit aztán megvehetnek nálunk a vásárlók. Így ezek kézzel készült minőségi magyar termékek. Így első ránézésre azt mondhatja egy potenciális vásárló, hogy hát köszöni szépen, ő ennyiért nem vesz meg egy akármicsodát. Viszont én azt vallom, vagy ezt egy jó tanácsnak, vagy tanácsként is megfogalmazhatjuk, hogy érdemes mindig hosszabb távon gondolkozni, és átgondolni, és átszámolni, átrágni azt, hogy lehet, hogy most elsőre X összeget kiadok egy termékért, viszont azt mindig újra tudom használni, ki tudom mosni, újra fel tudom adni, tehát hogy szinte végtelen számú ennek a felhasználása szemben az eldobható termékekkel. Melyik a legkeresettebb termék? Mosó és tisztító szerekben az öblítőink nagyon, tehát nagyon szeretik a vásárlóink ezt a termékcsaládot, hiszen nagyon-nagyon kiváló illatú termékek ezek, és úgy, hogy az illatanyag is természetes bennük, nem csak az egyéb hatóanyagok. A naturkozmetikumok, illetve nagyon szeretik, bocsánat, még a tisztítószereknél maradva, ugye nagyon sokan maguk keverik otthon a tisztítószereiket, és lehet nálunk vásárolni 5 literes kiszerelésű nyíregyházi biológiai erjesztésű ecetet, lehet nálunk vásárolni kilogrammos szódabikarbonát, citromsavat, nátriumperkarbonátot fehérítéshez, tehát igyekeztünk úgy összeválogatni a termékeinket, hogy mindenféle igényt ilyen szempontból ki tudjunk szolgálni. Naturkozmetikumok terén pedig nagyon szeretik a natur szappanjainkat, amiből többféle akár tini szappan, akár szárazbőrre való körömvirágos, vagy bármilyen női mosakodó szappant is említhetnénk. Illetve van egy budapesti naturkozmetikum márka, aminek a csomagolása 100% papír, tehát ez meg egy pluszt ad. Azon túl, hogy az egyéb említett termékeinknek is az üvegtégeit visszavárjuk az üzletbe, de nyilvánvalóan otthon is ezeket újra fel lehet használni, hiszen bármit lehet benne tárolni, vagy van már kimérős kézkrémünk is, és akkor ha otthon kiürül egy ilyen kis tégely, akkor azt hozzák vissza, és abban kérik következő alkalommal a kézkrémüket például. És hogy látja, melyik korosztály az, akihez esetleg közelebb áll ez a téma, hogy környezetvédelem, meg tudatos vásárlás? Szerintem a minél fiatalabbak körében kezd el ez egyre gyorsabban tért hódítani, úgymond. Talán mert egyrészt ők is a legfogékonyabbak az új dolgokra, a változásokra, hiszen ez egy sajátossága ennek a korosztálynak.
Illetve hát ők a közösségi oldalakon, az interneten mindenhol látják ezeket az új megoldásokat, és én szerintem nagyon-nagyon nyitottak rá. Rajtuk kívül pedig az ilyen 25-45 éves korosztály az, akit én úgy látok az üzletben, vagy akár a webshopos rendeléseink esetén, hogy őket mondanám talán a fő célközönségünknek. Ha jól szűrtem le, akkor az ön szemléletében elég rendesen benne van az, hogy már minél fiatalabb kortól nevelni a gyerekeket, meg a kicsiket arra már pólyáskoruk óta arra, hogy környezettudatosan éljenek. Ön szerint nagy segítség lenne, hogy esetleg iskolákban lenne lehetőség ezt tanítani? Nagyon nagy segítség lenne, nem csak akár tanórai kereteken belül, tehát hogy tanterv szerint ezt tanítani, bár nyilvánvalóan vagy kétségkívül ez is egy szuper remek megoldás lenne. El tudom képzelni, hogy vannak olyan tantárgyak és olyan tanárok, ahol megjelennek már akár a mai nap is ezek a nagyon fontos témák, viszont hallani sok olyan esetről, ahol igenis, akár általános iskolákban, vagy már középiskolákban különféle ilyen szabad nyitott órákat tartanak, úgymond, és meghívnak különféle öko témákban úgymond vendégelőadókat, aki ismerteti a saját témáját a gyerekekkel. És hogyha lenne egy üzeneted, amit esetleg minden olyan embernek elmondanál, aki gondolkozik azon, hogy váltson életmódot, de még nem teljesen biztos, hogy ezt meg szeretné tenni, mi az a dolog, amivel végleg átbillentenéd? Végleg átbillenteni, az szerintem már nagyon odébb van, inkább az üzenet mögöttes tartalma az lenne, hogy egyáltalán induljon el ezen az úton, és több mottóm is van, ezek közül az egyik a minden lépés számít. Én azt gondolom, hogy nem tudunk 100%-osan átállni egy ilyen életmódra, aminek nagyon sok oka van, hogy miért nem. És ez talán nem is egy követendő cél, vagy egy elérendő cél. Az viszont igen, hogy az életünk minél több területén, minél több kis részletben próbáljuk meg elkerülni a környezetünket, vagy akár a mi magunkat károsító megoldásokat, termékeket, stb. Tehát, hogy minden lépés számít, és hogy mindegy, hogy milyen nagy lépésekkel haladsz, de indulj el ezen az úton. És milyen egyszerű kis lépéseket ismertetnél olyan emberekkel, akik elkezdenék szívesen csinálni ezt az egészet? Én elsőként a takarításos dolgokban próbálnék meg elindulni, illetve a textil zero waste termékekkel, tehát hogy nem alufóliába, nem folpakba, stb. Csomagolnám az ételemet, hanem megpróbálnám a úgymond saját magam háztartásának az ökosítását egy ilyen lépéssel, hogy beszerzek egy darab újraszalvétát, és akkor az iskolába, a munkahelyre, minden nap ugyanabba csomagolom például a szendvicsemet. Köszönjük szépen, nagyon sok mindent tanultunk ma szerintem. Kedves nézőinket pedig majd találkozunk az Ökosanban. Viszontlátásra!